Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Mint ismert, a Demokratikus Koalíció azért perelte be az MTVA-t, hogy megtudjuk, mennyi közpénzt kapnak az állami közmédia irányítói és arcai, akik közszolgálat helyett kormánypropagandát folytatnak a köztévén. A DK az ügyben pert nyert a fővárosi ítélőtáblán. Emiatt tudja ma az ország, hogy többek között Papp Dániel, az MTVA hírhamisító vezérigazgatója, 3,5 millió forintot keres havonta. Lánci Tamás több mint 2 millió forintot kapott az adófizetők pénzéből, Császár Attila pedig havi 1 millió 300 ezer forintért gyárt propagandát. Ez azonban nem minden. Az MTVA ugyanis nem adta ki mindenki fizetését. Ráadásul megtámadta a korábbi ítéletet a kúrián. A Demokratikus Koalíció most újabb győzelmet aratott a bíróságon. A kúria ugyanis helyben hagyta a korábbi bírósági döntéseket. A magyaroknak tehát joguk van tudni, hogy mennyit keresnek a közmédia propagandistái. Egy ezzel párhuzamosan zajló perben azt is ki fogjuk deríteni, hogy mennyit keresnek azok a propagandisták, akiknek a fizetését eddig eltitkolta az MTVA, és nem adta ki a korábbi eljárásban. Amint azt a pert is megnyertük, és megkaptuk ezeket az adatokat a korábbiakhoz hasonlóan, természetesen ismét nyilvánosságra fogjuk hozni őket. Olyan nincs, hogy valaki azért kapja a pénzét a magyar emberektől, hogy hazudjon nekik, és még csak azt sem tudhatja meg az ország, hogy fizet ez az agymosás. Szégyen és gyalázat, hogy a közmédiából propagandagyárat csináló propagandisták milliós, egyes esetekben több milliós fizetéseket visznek haza a hírhamisításért, a hazudozásért és a magyarok millióit képviselő ellenzék lejáratásáért. Mi szociáldemokraták egy olyan Magyarországért dolgozunk, amelyben a közmédia feladata a pártatlan, független tájékoztatás és nem a párt központból irányított agymosás. Azért akarjuk megmutatni, hogy az átlagbérek hányszorosát keresik azok, akik arcukat, hangjukat és nevüket adják a hazugságokhoz a képernyőn, hogy mindenki érthesse, hogyan is működik az Orbán rendszer és a Rogáni propaganda. A Demokratikus Koalíció szerint olyan tehát nincs, hogy valaki azért kapja a pénzét a magyar emberektől, hogy hazudjon nekik, és még csak azt sem tudhatja meg az ország, hogy mennyire fizet jól ez az agymosás. Ezt így gondolta eddig minden bíróság és a kúria is, ezért hagyták helyben a korábbi ítéletet. Egy ezzel párhuzamosan zajló perben azt is ki fogjuk deríteni, hogy mennyit keresnek azok a propagandisták, akiknek fizetését eddig eltitkolta az MTVA, és nem adta ki a korábbi eljárásban. Amint azt a pert is megnyertük, és megkaptuk ezeket az adatokat, a korábbiakhoz hasonlóan természetesen ismét nyilvánosságra fogjuk őket hozni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!